Vannak-e kisgyerekek? Tehát igen. Igen. Tehát ilyenek, hogy egy pelenka, stb. Az is mehet. Az is mehet, jó. Illetve egy kutyus. Egy Ungvártól néhány kilométerre fekvő iskolába indított el segélyszállítmányt a kisvárdai Kárpátalja ház tavaly áprilisban. Ebben a hatalmas raktárban azokat az adományokat helyezték el, amelyeket a helyiek és a környéken élők gyűjtöttek össze azoknak, akik Ukrajnában nélkülözni kényszerültek a háború miatt. Alapvető élelmiszerekre pedig évvégén is szükség volt. Ezeket a csomagokat karácsony előtt néhány nappal szállították el a szomszédos országba. Sezták Miklós országgyűlési képviselő úgy látja, példamutató volt a térség segítőkészsége a 2022-es évben, mint ahogyan a kormány is jól kezelte a háború okozta nehézségeket. Azt gondolom, hogy ez a segítség most sokkal fontosabb volt, még akkor is, ha tudjuk, hogy akik adták, azoknak se könnyű éve volt, és azt gondolom, hogy ezzel jellemeztem az egész évet is, hiszen a 22-es év az számomra így veszélyen három dologról emlékezetes. Egyik maga a háborúról beszéltünk, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minél hamarabb béke legyen, azért imádkozunk, hogy minél hamarabb a szomszédunkban egy újra virágzó, háborúktól is, és háborús eseményektől mentes ország legyen, és minél hamarabb visszanyerjék a régi önmagukat. Számomra emlékezetes volt a választás, erről egy mondatot hagyd mondjak, én azt gondolom, hogy a 2010 óta tartó szisztematikus folyamat ismét meghozta az eredményét, és most 2022-ben is jól döntöttek a választók. Persze ezt majd mindenki eldönti, hogy értékeli, de azt gondolom, hogy a kétharmados felhatalmazás az önmagáért beszél. Sezták Miklós hangsúlyozta, a háború miatt bekövetkezett energiaválság és az infláció miatt a kisvárdai térség települései számára az volt a legfontosabb, hogy a megkezdett beruházásokat befejezzék. A politikus hangsúlyozta, ez lesz az elsődleges az idei évben is, de ugyanilyen fontos a Záhonyig tartó kétszer-két sávos út építésének megkezdése is. Természetesen nem hagyjuk a 23-as évet, hogy ne történjen valamilyen jelentősebb fejlesztés. Tilke Attila képviselőtársammal és a megye összes képviselőjével átbeszélve a megyének egyik legfontosabb fejlesztés az M34-es útnak a továbbvitele, illetve az érdemi munkának a megkezdése. Folynak a kisajátítások, ugye kiviteli, engedélyes tervvel rendelkezik ez az utcakasz. Azt gondolom, hogy most a háború tükrével is egyre fontosabbá válna ez a fejlesztés. Sezták Miklós hozzátette, történelmi léptékű volt a tavalyi évben a fényes litkei vasúti óriás terminál átadása. A politikus szerint nagyon fontos feladata lesz a közeljövőnek, hogy a logisztikai központtal és egyéb fejlesztésekkel a következő évtizedekben még nagyobb szerepet szánjanak a kisvárdai térségnek a nemzetközi gabona és árufuvarozásban.